Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Egy sokak által ismert orvos házaspár végigjárt az El Camino zarándokutat. Erről nemrégiben előadást is tartottak városunkban, mi pedig meghívtuk őket egy stúdióbeszélgetésre. Ezt láthatják most. Köszöntöm a stúdióban dr. Péter Máriát és dr. Szél Andrást. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önök megjárták az El Camino-t, az zarándokutat, amiről én személyesen sokat olvastam, gondolom sokak fantáziáját megmozgatja, önök viszont végigcsinálták. Az első kérdésem az lenne, hogy miért vágtak bele? Azt hiszem, hogy mindenki más okból, van, aki lelki okokból, hitbéli okokból vág bele, van, aki önmagát keresi ezen az zarándokuton, gondolom én, de majd önök elmondják. Önök milyen okból vágtak bele ebbe a nem kis teljesítménybe? Ez egy véletlen folytán alakult így az életünk. Egy tévéműsort láttunk a magyar televízióban, egy ötrészes magyar sorozatot adtak, és ezt láttuk, és felkeltette a férjem érdeklődését ez a sorozat. Ezt majd szerintem majd ő elmondja, hogy miért. És rá néhány hétre meglepett engem a születésnapomon egy könyvvel, és azzal adta át, hogy vagy nélküle, egyedül, vagy együtt menjünk el és csináljuk meg. És annyira határozott volt ez a kérés, hogy én rá egy hónapra meg is rendeltem a repülőjegyeket, pedig nem gondoltam volna, hogy ez ennyire gyorsan fog menni. Azért ez nem kis elhatározás kellett. Ehhez nem kis elhatározás kellett, azt hiszem, doktor úr. Amikor én láttam ezt a dokumentumfilmet erről az útról, akkor halvány emlékeim azért már voltak, hiszen egy ismerősünk, nevezetesen Sós Anita, a francia tanárnő, ő említette, hogy ő már végigjárta. De mivel nagyon kevés információm volt erről az útról, nem is tulajdonítottam neki nagyobb jelentőséget, talán föl sem értem azt, hogy mekkora távolság ez, és hogyan lehet teljesíteni. És egyébként mekkora távolság? Közel 800 kilométer. És amikor ültem a tévé mellett, igazából nem is a műsort figyeltem, hanem megütötte a fülemet egy legenda, Santo Domingo-ban egy idős házaspár és a fiával történt meg ez az eset. Akkor figyeltem rá, és mélyedtem el benne, és tulajdonképpen ez volt a trigger, ez volt az induló jel, amire azt mondtam, hogy hát ugyan próbáljuk már ki, sikerülni fog-e. Mondhatom azt, hogy a kíváncsiság vezérelt. Hát azért belegondoltam, hogy 800 kilométer gyaloglás puszta kíváncsiságból, azért ez meglehetősen nagy elszánás. Fizikai teljesítménynek is nagyon komoly az 800 kilométer. Hogyan készültek fel? Készültek rá egyébként? Vagy volt valami előzménye, edzettek? Mi nagyon szeretünk kirándulni, de keveset kirándulunk. Tehát ugye a kórházban dolgozunk, ott ilyen nagyobb fizikai megterhelés nincsen. Igyekeztünk felkészülni rá, úgyhogy eljártunk kirándulni, de nem túl sokszor és nem túl hosszú távokon. Terve volt éve az is, hogy esetleg elmegyünk úgy, hogy hátizsákkal, megpakolt hátizsákkal, ezt a tanácsot is kaptuk, de aztán amikor első nap a legnehezebb napon a hátizsákkal, a hátunkon már ilyen infarktus közeli állapotban voltunk, akkor mondom a férjemnek, hogy de jó, hogy nem hátizsákkal gyakoroltunk, mert én biztos, hogy nem indultam volna el. Visszamondtuk volna a repülőjegyet, hogyha hátizsákkal gyakorlunk ide-haza. Az egy annyira nehéz nap volt az első, hogy én örültem annak, hogy már élesbe ott szembesültem azzal, hogy egy közel 10 kilós hátizsák milyen nagyon-nagyon nehéz tud lenni. Szóval. Tehát a készülés ez volt, illetve hát amit próbáltunk, hogy bogaráztuk, hogy mi az, amire feltétlenül szükség van, tehát hogy a jó cipő, a jó hátizsák, tehát igyekeztünk így készülni, illetve mentálisan annyira, hogy mi két véglet vagyunk mindenben általában,
András egyáltalán nem bogarázta az internetet ezzel kapcsolatban, én viszont állandóan ki mit mondott, ki hogy jár, hol járt, mit látott, stb. Aztán idő után abba hagytam, mert rájöttem, hogy ez sok. De tehát ez volt a készülés tulajdonképpen, hogy kirándulgattunk, jól éreztük magunkat a természetbe, és izgultunk, hogy sikerüljön. Hát azért ez egy szép kis kirándulás, hogy megint visszatérjek ide, ez egy 800 km gyalog. Mennyi volt ugye a napi átlag, amit gyalogoltak? Durván átlagban 20-25 kilométert mentünk. Mint ahogy említette a feleségem, az első nap ez egy vízválasztó. Ott gyakorlatilag vagy visszafordul az ember az első 5 kilométer után, vagy kénytelen végigmenni, mert nincs pihenésre lehetőség, tehát fizikálisan pihenőhely nincs közbeiktatva. Van első nap egy 1400 méteres emelkedő, majd egy 600 méter lefelé, ezt követően lehet megpihenni, ez 32 kilométer hosszú szakasz, de most utólag úgy gondolom, hogyha ezt az ember nem teljesíti első nap, akkor nem kerül bele abba az állapotba, ami után azt mondhatja, hogy tudom, hogy miért jöttem ide, tudom, hogy mit akarok, és az első nap sikeres megtétele után én még nem azt mondom, hogy remény van arra, hogy ezt az ember végig tudja csinálni, de amikor reggel föl tudok kelni, akkor valami megmozdul bennem, hogyha ezt meg tudtam csinálni az első napot, akkor talán a második napon is bírom magam volt. Tehát 32 kilométer az első nap, ott van az első? Igen. Első. És ott négy szálláshely közben, tehát ez a nehéz benne. Tehát kénytelen magyarán szóval ebben megcsinálni. És hát nem tudom, ugyan, de másnap ugye 32 kilométer után fölkeltek, az milyen érzés volt? Hát úgy feküdtünk le, hogyha reggel fölbírunk kelni, és tudunk két lépést tenni, akkor elindulunk újból. Én nem is tudom, szerintem ez egy olyan megváltozott tudatállapot, hogy az ember látja, hogy a többiek is indulnak, mennek, visz az út. Tehát azt tudom mondani. Honnan indul egyébként konkrétan ez a rándokút? Milyen helységből vagy helyről? Ez francia oldalról indul, a francia-spanyol határtól, Saint-Jean-Pied-de-Port a neve ennek a településnek. Gyakorlatilag a zarándokok gyűjtőhelye, ide érkeznek be azok, akik vállalják ennek az útnak a... De egy kisváros? Kicsike, igen. De a forgalma az egy nagyvárossal vetekszik, hiszen gyakorlatilag az arándokokért van ez a város. Majd átkelünk a hágón és spanyol területre lépünk, aztán onnét pedig állandóan csak nyugatnak. Sok turista volt, sok zarándok volt, ott igen. Sokan mentek együtt, vagy hogy vannak ezek? Tehát csoportokba mennek, egyénileg mennek? Tehát ez úgy működik, hogy tulajdonképpen a klasszikus francia út, ezt úgy hívják, Saint-Jean-ból Santiago de Compostela-ig tart tulajdonképpen, és ezt az utat gyakorlatilag bárhol be lehet csatlakozni. Tehát ez a klasszikus indulópont, ez a Saint-Jean-Pied-de-Port, de be lehet csatlakozni útközben is bárhol. Tehát vannak sokan például, akik ezt szakaszosan teszik meg. 3 év van arra, hogy az ember ezt a 800 kilométert megtegye, és utána megkapja ezt az igazoló okiratot, hogy megtette az utat. És akkor van, aki egyedül megy, van, aki a barátaival, van, aki a testvérével, tehát hogy van, aki a férjével, feleségével. És ez olyan... Tehát úgy zajlik minden, mint az életben, hogy az emberek találkoznak, együtt mennek egy kicsit, együtt vannak, aztán szétszélednek. Van, hogy 3 hétig nem is találkozunk ismerőssel, aztán újból. Tehát például nagyon aranyos volt egy ausztrál házaspár, 3 hétig nem találkoztunk, és nagyon sütött a nap, nekem nagyon kiszívta a hajamat a nap, szinte szőke voltam, és akkor 3 hét után a Ruth megkérdezte tőlem, hogy tehát te fodrásznál voltál? Hát mondom, igen, meg műkörmösnél is, tehát pont. Nyilván, útközben a hegyek között. Tehát nagyon-nagyon kedves dolog ez, hogy az ember találkozik emberekkel, együtt vagyunk, ha jó, akkor beszélgettünk, ha nem, akkor tovább. Tehát olyan nagyon kötetlen az egész. Megismerik egymást az arándokok? Egyébként hallottam, van valami jelzés, kagyló, vagy valami ilyen jel, ami... A lépéséről megismerem az útitársamat, hogyha az arándok. Másképp megy? Másképp megy. Ha ugye beérünk a célba, az adott aznapi célba, egy településre, és ott van akár csak egy lépcsőfoknyi különbség az úttesten,
onnan tudom, hogy zarándok, hogy oldalt fordul, és lelép, aztán irányba fordul. Ennek van valami jelentősége? Hogyne, hát kiméri a lábát. A lábak nagyon már. Kiméri a lábát. Visszatérve, bocsánat, visszatérve az előbbi kérdése. A csoportokba megyünk-e, vagy egyénileg, vagy hogyan tesszük meg ezt az utat? Nem szervezett formában indultunk, igaz, vittünk magunkkal egy barátunkat Szőcről, a Pósa Ferit, de még a mi hármas csoportunk is néha szétvált, volt, hogy külön mentünk egy-két órát, de ez a zarándoklat olyan, mint ahogy említette a feleségem is, mint az élet, találkozunk emberekkel, akikkel lehet, hogy azt követően soha, de lehet, hogy másnap már ismét együtt zarándokolunk. De semmi sértődés és kötelezettség nélküli az a kapcsolat, amely a zarándokok között akár rövidebb vagy hosszabb időre kialakul. Ha egy idegennel összetalálkozom, utolérem, vagy ő halad el mellettem olyan sebességgel, hogy megáll és beszélget velem, ha jól érezzük magunkat, ebből lehet akár hosszú távú kapcsolat is, van rá példa, levelezünk néhány olyan emberrel, akivel ott ismerkedtünk meg. Ha nincs közös témánk és mondani valónk, akkor elválunk 5 perc után, de kellemesen emlékszik vissza az ember ezekre a találkozásokra. Ahogy említették, az első nap ugye az talán egy önálló szakasznak tekinthető ebben a zarándoklatban. Vannak-e még ilyen nagyobb szakaszok, akár lelki szakaszok is a zarándoklat folyamán, hiszen ugye 800 km azért az elég sok időben is. Olyan 20-25 kilométert tettünk mi meg egy nap, tehát ezt mindenki úgy osztja be az erejét, az idejét, ahogy tudja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 800 kilométeren keresztül szinte minden faluban, városban vannak szálláshelyek, és mindenki úgy osztja be az idejét, ahogy neki kényelmes, vagy az erejét. Az akarat erejét, az hogy osztja be? Igen, hát... Ugye mi is voltunk úgy, hogy azt mondtuk, hogy mit tudom én, elmegyünk X városba, hogy addig kéne bírnunk a sétát, de aztán például beértünk egy olyan helyre, egy olyan úgynevezett albergbe, ezek a zarándokszállásokat albergeknek hívják, ezt úgy kell elképzelni, hogy itt ezek tömegszállások, emeletes ágyak nagy részt, óriási hálók, van, ahol 20 ember alszik egy hálóban, van, ahol 120, tehát ezek különböző nagyságrendű zarándokszállások. És akkor voltunk úgy, hogy azt mondtuk, hogy na hát azért ma jó lenne elmenni ide vagy oda, de beértünk egy helyre, és azt láttuk, hogy annyira szép, hogy annyira kellemes, hogy azt mondtuk, hogy na innen aztán mi nem megyünk tovább. Vagy annyira fáradtak voltunk, hogy azt mondtuk, hogy nem, most pihenünk, inkább óvjuk a lábunkat, és ez ki is fizet. Tehát azt láttuk, hogy az idősebbek, akik bölcsebben osztották be az erejüket, sokkal jobban bírták hosszú távon a terhelést, mint azok, akik 50 kilométert akartak menni naponta, és fiatalok voltak, azt gondolták, hogy övék a világ. Tehát nem úgy zajlott, hogy minden áldott nap legyalogolták ezt a 20-30 kilométert? De. Igen, tehát nem voltak pihenő napok, nem volt kihagyás? Nem volt pihenő nap. Nem volt pihenő nap, de... A kérdés, ami elhangzott, hogy első nap egy ugye vízválasztó, és hogy utána vannak-e esetleg ilyen jelentőségteljes szakaszok. Én csak a saját érzésemet tudom, és élményemet tolmácsolni most. Egy hét, amíg úgy érzem, hogy az ember belerázódik ebbe a napi hát rutinná kell, hogy váljon ez a séta. Ez idő alatt megtapasztalom, hogy mikor kell, hogy pihenjek, mennyit kell, hogy egyek, mennyiszer kell megállnom, folyadékot fogyasztanom. De egy hét után az embernek a fizikai terhelése és tűrőképessége egy kialakult szintet elér, és azt lehet mondani, hogy én utána már azt éreztem, hogy falusi turizmus kellős közepébe csöppentem. Én nézegettem, élveztem azt, hogy szét tájakon haladok keresztül, történelmi emlékek között sétálok, megtapogathatom az évszázados márványoszlopokat, kicsit időt utazok ebben, és semmi más dolgom nincs,
mint hogy élvezem, épp az adott pillanat nyújtotta élményeket. Tehát tulajdonképpen akár egy életformává is válik egy idő után. Nagyon jó lenne, sokszor visszasírja az ember, hogy azt a stresszmentes állapotot, amit mi 38 napon keresztül megéltünk, azt hogyan lehetne oly módon konzerválni, hogy a mindennapi itteni életünkben is ezt tudjuk kamatoztatni. 38 nap, akkor meg is kaptam a választ arra, amit akartam kérdezni, hogy meddig tartott ez az út, akkor 38 napon keresztül tartott. Igen. Ez a 800 km ez a rándokút. Ami nagyon izgat és izgatott engem mindig, hogy ugye nyilván ez egy zarándokút, valamiféle hitbéli kapcsolata van a zarándoklásnak, akik oda mennek. Hogy valóban van valamilyen spirituális kisugárzása ennek a vidéknek, ennek az útnak, ennek a területnek? A spiritualitása az útnak én szerintem abból fakad, amit a minden egyes zarándokot, hogy maga után gondolatban, vagy nem tudom jól megfogalmazni, azt hiszem, de megpróbálom. Erre az útra mindenki egy kicsit olyan felfokozott lelki állapotban megy. Az indok, tehát azt el kell mondanom, hogy mi nem vallási indokból indultunk el. Bennünket inkább a kíváncsiság, meg a kicsit kiszakadni ebből a mókus kerékből, ami itt van, itthon van, ezért mentünk el. Óhatatlanul az ember, amikor 800 kilométert úgy gyalogol, hogy van ideje megszagolni, meglátni, észrevenni a dolgokat, és elgondolkozni az élet folyáról, meg akármint, tehát ami eszébe jut, óhatatlanul észrevesz olyan dolgokat, ami mellett itthon elmegy. Szokták mondani, hogy vannak ajándékai például az útnak, velünk is meg előfordult, hogy hihetetlen volt, hogy mit én Mária napon, ugye én Mária vagyok, Mária napon bementünk egy templomba, és ahogy beléptünk a hangszórokon keresztül, az Ave Mária ment. Miért pont akkor, miért úgy? Aztán üzeneteket kaptunk mondjuk itthonról, teljesen váratlanul, és annyira odaillő üzeneteket. Tehát ajándékba kaptam rögtön az első nap egy, nem is tudom, hogy milyen nemzetiségű volt az a nő, két túrabotot, pedig nem tudta, hogy az enyém tönkre ment. Tehát igen, szerintem van spirituális élmény az embernek. Vagy egy napfelkeltét, mikor az ember átél ott a hegyekben, amikor baktat lefele a hegyről, és akkor egyszer csak megjelenik a hegycsúcson egy apró pici fény csóva, és megvilágítja, és akkor az ember úgy érzi, hogy igen, most már minden rendben van, minden a helyén van. Ez egy csodálatos élmény. És én azt gondolom, hogy ezek az élmények, ezek megvannak itthon is, csak észre kell venni. Másképp szemlélik a világot, mióta hazajöttek? Kicsit igen. A problémákra, a gondokra való rálátásban változott egy kicsit a szemlélet. Hazajöttünk, leültünk, szétnéztünk a lakásba, és végig gondoltuk, hogy az nem biztos, hogy kell ahhoz, hogy jól érezzem magam. Arra se biztos, hogy szükségem van. Tele van a lakásunk minden olyannal, amelyet vagy a reklámok, vagy pedig a környezetünk kényszerít arra, hogy tehát ilyen nekem is kell. A kényelmünk, a komfortunk követeli meg, hogy csupa olyannal vegyük körül magunkat, amelyeket, hogyha ezt az utat járom, akkor bőven meg vagyok nélküle. Jól érzem magam, ott nagyon boldognak tudom érezni magam nap, mint nap. És az ember próbál arra törekedni, hogy azt a stresszmentes állapotot, amelyet ott elérünk, mert egy 6-8 órás gyaloglás közben az ember végig tud gondolni olyan, nem biztos, hogy problémát, eszébe jut egy gondolat, és akkor eljátszik vele, formázza, ízlelgeti, és azt mondja, hogy érdekes, van időm teljes mértékben végigvinni ezt a gondolatmenetet. Nem szólal meg a telefonom, nem szól hozzám a főnököm, nem hívnak be mostan éppen a másik szobából, hogy gyere már át, mert abban a pillanatban megszakad az a gondolatkör, ami biztos, hogy most is fölmerül bennem, de egy kérdéssel, egy telefoncsörgéssel, egy autódudával mindez a füstbe száll. Máshogy lehet látni a világot, az ember visszakívánkozik abba a tudatállapotba, mert kissé más az a tudatállapot, amelyet ott élünk meg.
de úgy gondolom, hogy az én hitem az nem az a hit, amiről azt kellene föltételezni, hogy vallásos lettem. Nem lettem vallásos, annak ellenére, hogy végigjártam, sőt, nagyon csodálkoztam magamon is. Őszintén mondom, büszke vagyok magunkra, hogy ilyen korban, ilyen fizikai erőnlét mellett meg tudtuk ezt csinálni, de a hitem önmagunkban erősödött, hogy ha nagyon akarjuk, akkor képesek vagyunk rá. Bizonyára vannak, akikben felmerül az a vágy, az az igény, hogy elmenjenek, megcsinálják, de félnek belevágni ezért, vagy azért, mit tanácsolnának nekik? Én azt tanácsolom, hogy úgy gondolják végig ezt az egész utat, hogy ne legyenek időhöz kötve. Tehát nekünk a legfőbb pozitívum az egésznek az volt, hogy András ragaszkodott hozzá, hogy úgy induljunk el, hogy a visszafele repülőjegyünk nem volt lefoglalva. Azt tapasztaltuk az út során, hogy nagyon, nagyon sokan attól szenvedtek, hogy időre be kellett érni Santiago-ba, mert ment a repülőgép. Tehát, hogy úgy próbálja az, aki el szeretne menni, úgy próbálja intézni a dolgát, hogy hagyjon magának időt. Körülbelül a 3-4 hét után lehet érezni, hogy az ember ezt meg fogja tudni csinálni, és hogyha meg tudja csinálni, akkor időre mennyi. Mi szeptember 4-én indultunk, és szeptember 27-én rendeltük meg ugye kint a repülőjegyeket. Mert akkor már láttuk, hogy október 11-ére valószínűleg be fogunk érni. Tehát úgy érdemes szerintem elmenni, de ez mindenki saját maga dönti el, tehát hogy hogyan tudja megszervezni, hogy ne legyen semmiféle kényszer, se teljesítményben, se időben, mert az megöli az egészet szerintem. Tehát az, hogy én érzem, hogy már annyira fájnak a lábaim, hogy nem bírok menni, de muszáj mennem, mert különben nem fogom tudni végigcsinálni. Tehát többekkel, ilyenekkel találkoztunk, akik sajnos ettől szenvedtek, hogy nem is tudják élvezni úgy a dolgot ilyen nyomás mellett. Nekünk is fájt a lábunk, most nem erről van szó, de egy kicsit több időnk volt arra, hogy földolgozzuk azt, hogy fáj a lábunk, mentünk lassabban, többet megálltunk. Tehát, hogy ne legyen kényszer. A fizikai igénybevételtől félnek sokan. Én is megmondom őszintén, félnék fizikailag nekivágni egy ilyekkor. Szerintem ránk kell nézni, tehát... Beúzom a hasonlót. Tehát, hogy nem vagyunk mi kisportolt emberek, nem vagyunk mi... Olyan különlegesek. Tehát szerintem egy tök átlagos házaspár vagyunk, akik meg akarták ezt csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a fejben dől el sok minden. Rémisztő természetesen annak is, aki neki kezd, hogy emelem föl a fejemet, és még mindig nem látom azt a hegynek a csúcsát, amelyet ma le kell, hogy küzdjek. De az elhatározás, amely mégiscsak ráviszi az embert arra, hogy szeretné megismerni ennek az útnak a mélyebb tartalmát, az tovább lendíti ezeken a holtpontokon. Természetesen, amikor már nehezen kap az ember levegőt, vagy a pulzusa megszalad a 200 körülire, akkor a botomra támaszkodok, és mint a jó rúttáncos, vagy csúszok le egészen a földig, és elhasalok, mert ilyen is előfordul, hogy az ember kénytelen pihenni. Lefekszik, leül, egy szalmabálán alszik egy fél órát, és aztán megy tovább, de viszi és hajtja előre az igény, hogy itt vagyok, és ezt szeretném megismerni, szeretném a következő falut látni, és az ismerősökkel együtt haladni. A másik pedig az, ami még szerintem nagyon fontos, hogy az ember tudjon csomagolni. Tehát, hogy tényleg csak azt vigye el, amire szüksége van. Nálunk András a szigorú a csomagolásnál, úgyhogy hallgattam rá, és örülök, hogy hallgattam rá, mert tényleg abszolút minimális mennyiségű dolgot vittünk, tehát 3 váltás ruhát, 2 nadrágot, egy szandál, egy túracipő, tehát mindenből tényleg csak a minimális, mindenütt lehet kézben kimosni a dolgokat, hogy megszáradnak, ha nem szárad meg, akkor az ember a hátizsákjára fölaggatja, és ott megszárad útközben, tehát ez fontos, hogy minél kevesebb cuccot. Tehát erre büszkék vagyunk, hogy semmire
semmi nem volt fölösleges, és mindent használtunk, amit vittünk. Úgyhogy ez jó volt. Doktornő, doktor úr, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi köszönjük a megtisztelő érdeklődést.